Sziasztok! Szóval a helyzet az, hogy meguntam az önsanyargatást. Tudjátok, azt a fajtát, ami azt mondja, hogy nem ehetsz Milka csokit, mert cukros, és 1200 kalóriát kell enned egy nap, mert csak akkor fogsz fogyni. Sőt, azt is, amelyik azt mondja, hogy fogynod kell, mert hogy jön a nyár, és kell a Beachbody. Hát, nekem ez a Beachbody. Egyébként nem tudom, tudtátok-e, de 1200 kalória egy tipegő napi étel szükséglete, nem pedig egy felnőtt emberé. Viszont a lényeg igazából az, hogy belefáradtam a szabályokba, és hogy bántsam magam. Úgyhogy most arról csinálok videókat, hogy hogyan gyógyítom az ételekkel és a testemmel való kapcsolatomat. Furán is nézett az edzőm, amikor mondtam neki, hogy nem áll szándékomban szabályozni, hogy mit eszem, hanem inkább meg akarom hallani, hogy mit kíván a testem. Viszont igen, ennek ellenére járok edzeni, mert haza kell cipelni a bevásárlószatyrokat a boltból, és nem szeretném, hogy fájjon a derekam. Szóval a helyzet az, srácok, hogy ma nincsen sok kedvem elmenni az edzőterembe, viszont a héten még csak egyszer voltam, sok minden közbe jött, meg kilábaltam egy betegségből, és nem akartam erőltetni a dolgot, és ma meg effektíve nincsen kedvem, mert már vasárnap este van, és ráadásul szerintem holnap meg is fog jönni, úgyhogy most fel is vagyok puffadva, és fáj is egy kicsit a pocim. De végül meggyőztem magam, hogy elmegyek, és ha elmegyek, és csak negyed órát fogok sétálni a futópadon, akkor az is tök jó. Mert hogy nincs olyan, hogy rossz edzés, és nincs olyan, hogy kevés edzés. Emlékszem, annó volt olyan dietetikus, akihez elmentem, és mondtam neki, hogy amúgy ilyen napi negyed órákat szoktam csinálni egy ilyen bevezető kis edzésprogramot, hogy kicsit visszakerüljek abba, hogy egyáltalán mozgok naponta, és erre így mondta, hogy jaj, hát az elég kevés, meg elég béna, hogy csak ennyit csinálsz, és sokkal többet kellene, meg illene, és azóta is belém ragadt az, hogy a negyed óra edzés kevés edzés, mikor igazság szerint nem, tehát próbáljatok egy percig lépcsőzni a lépcsőzőgépen, és azután mondja nekem valaki, hogy abból 15 perc kevés. Úgyhogy én egyébként ezt most ilyen jelzésnek veszem magamtól, hogy az volt rögtön az első gondolatom, hogy ha csak negyed órát sétálok, mert többre nem leszek képes, akkor már annak is örülni fogok, és ez tényleg az. Úgy érzem, hogy most egy sokkal jobb mentális állapotban vagyok, hogy nem zavar az, amit mondjuk régen a dietetikus mondott. Egyébként már a második hónapomat kezdtem meg az edzőteremben, és sosem gondoltam volna, hogy valaha azt fogom mondani, hogy szeretek edzőterembe járni. De ide, amit találtam, tényleg szeretek. Ebben az is segít, hogy általában maximum egy vagy két emberbe szoktam belefutni, és eszméletlenül nyugis így minden edzés. Na meg női teremről van szó, úgyhogy így oda merhetek menni a súlyokhoz, és nem néznek ki az izmos kis fiúkák, hogy jaj, mit akar ez itt emelgetni? Ez a haj. Csináltam csirkemellet sütőben, amihez raktam hozzá kápia paprikát, és most Martin azt fogja ebédelni. Dün, dün, dün. És mert volt még fagyasztott krumplink, ezért azt is csináltam az airfryerben mellé. Ez pedig az én ebédem lesz. Ugyanis tegnap hoztunk el kaját a Bellózóból, és nekem még maradt egy kis teljes kiörlésű tésztám, meg kis pomodoro szósz. Úgyhogy nekem az lesz az ebédem a maradék, megraktam mellé egy kis zöldséget, és egy nagyon kis pici csirkét, hogy megkóstoljam, hogy milyen íze lesz. Úgyhogy most enni fogunk. Jihí! A helyzet az, hogy a második hónapom megkezdésével új edzésterv is jött, és újabb méricskélés. Engem is meglepett, de fogytam valamennyit, és centikből is ment le mindenhol.
Utóbbinak örülök, mert azt jelenti, hogy formásodom, előbbi pedig annyira nem érdekel, mivel nem a mérlegen lévő szám határoz meg. Viszont neked ott, aki azt hiszed, hogy túl sokat mutat a mérleg, nos, én 80 és 81 kiló között mozgom, 172 centivel. A BMI szerint túlsúlyos vagyok, szerintem meg a BMI elavult. Én egyébként az elmúlt egy hónap csökkenő számaiból annyit érzékeltem, hogy erősödöm, és jobban érzem magam a bőrömben. Például 5 kilóval tolom a bicóra, ami még legelső alkalommal 3 kg volt. Bizonyos gyakorlatok sokkal könnyebben mennek, és ez nagyon-nagyon jól esett. De most megkaptam a következő edzéstervem, és már is szenvedek. Fekvőznöm is kell, amiben borzasztóan gyenge vagyok, és más lábgyakorlatokat is kaptam, amik már kihívással telik. De ez nem baj, mert így fogok fejlődni. És nem a számok érdekelnek, és nem álmodom egy irreális ruhaméretről, hanem csak azt akarom érezni, hogy fejlődök, és hogy erősödök. Egyébként három nagyon idézőjeles szabályom, nem is szabályom, nevezzük inkább gondolatomnak, van az étkezésemmel kapcsolatban. Az egyik az, hogy eszek, ha éhes vagyok, és ha csokit kívánok este 7-kor, akkor annyi csokit eszem meg, amennyit kívánok. A másik az, hogy ha tudok valamibe extra zöldséget tenni, akkor teszek. Mert nagyon-nagyon megszerettem a zöldségeket, és imádom őket vajon grillezve. A harmadik pedig az, hogy ha tele vagyok, akkor nem eszem tovább csak azért, mert valami a tányéromon van. Inkább elrakom későbbre. És a legviccesebb az egészben, hogy a zöldségeset leszámítva ezeket a szabályokat szimplán normális étkezésnek kéne hívni. Mármint tök jó lenne, ha normalizálva lenne, hogy nem 12-kor kötelező ebédelned, mert most dél van, hanem akkor eszel, amikor ténylegesen kéri a tested. Egyág, ott a... Na, így kell megadni az igazi olasz életérzés, mert még lehet fogyasztani kapucsinót. Dél után már nem. Ami amúgy hülyeség. És ha... Igen, akkor is szabad, hogy akarsz, ennyi. Pontosan. Egyébként annak ellenére, hogy eszméletlen módon élvezem annak felfedezését, hogy mennyire csodálatos a testem, és mennyi mindent tud jelezni, azért nem fenékig telj fel az élet. Még mindig bekúsznak a régebbi fejemben alkotott szabályok. Például egyik este ettem 4 sornyi mélkacsokit, vagy volt, hogy megettünk Martinnal egy fél doboz fagyit együtt egy ültőhelyünkben. És ezután azonnal felbukkantak halkan. A de most azért érez rosszul magad gondolatok. Ezt tudod, hány kalória volt? Biztos vagy abban, hogy ezt kéne folytatni? Gurulni fogsz, ha eszel még egy kockát. És tudjátok, nehéz ezeket az ostoba gondolatokat elcsitítani. De nem lehetetlen, csak... figyelem kérdése. Pontosabban annak a kérdése, hogy mennyire veszem őket komolyan, vagy hagyom-e őket szimplán figyelmen kívül. Annyira szomorú, hogy a mai napig tudom, hogy egy alma körülbelül hány kalória. Vagy hogy még érzem azt egy-egy baráti összejövetel előtt, hogy hát, ki kéne hagynom a vacsit, mert inni fogunk egy pohár bort, és annak a kalória értéke már túl sok lenne. Nagyon remélem, hogy idővel el fogom tudni felejteni ezeket a rossz, berögzült gondolatokat, és inkább majd olyan dolgok veszik át a helyüket, hogy igen, most érzelmileg szükségem van erre a csokira. És ez így van jól. Vagy hogy simán belefér egy-egy összejövetel, és nem kell stresszelnem a napi kalória bevitelemen, mert
kit érdekel? És ha már itt tartunk, szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy nem csak annyit eszem, mint amennyit ebben a videóban most láttatok. Sajnos nem sikerült felvennem minden étkezést, csak a fontosabbakat, kreatívabbakat dokumentáltam. Na meg a sütiket, mert... na, süti. De véletlenül se gondoljátok azt, hogy reggelire iszok egy kávét, és eszek 4 darab palacsintát, aztán annyiból áll az egész napom. Feljegyeztem magamnak, hogy a jövőben ezeknél a videóknál próbáljak majd mindent felvenni, hogy egy teljesen reális képet kapjatok, és lássátok, hogy enni jó. És az ételek nem csak arról szólnak, hogy jó, fel van írva a táblázatba, hogy most ezt teszem reggelire, hanem igenis különlegesek, hiszen ők látják el energiával a testünket. Valahol egy kicsit úgy érzem, meg kell engednem magamnak azt, hogy újra élvezzem az ételeket. Éveken át ők voltak számomra kikiáltott ellenség, de itt az idő, hogy barátok legyünk, hogy ne tartsak tőlük, hanem örüljek nekik. Most őszintén. Azért nagyon jó érzés a frissen sült ropogós pizzába beleharapni, és megízlelni azt a csodát. Ha egy zenésszel jársz, nem tudjátok végignézni a Camp Rockot anélkül, hogy ne kezdené el megkeresni az akkordokat, nem amiket Joe Jonas játszik. És a kápóval van. Cseves. Azt mondod? Arra. Nem, ez csak úgy ugrál. Nem, ez a Disney Plus. Ez biztos, hogy nem. Ja, 4 akkord, klasszik. Ez azért sír a 4 akkord? Vagy az a 4 akkord, amivel bármilyen számot el tudsz játszani? Ez az, amit...